A Pápa Bázis repülőtér és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságának közös kutyás bemutatója volt az eheti Hősök Napja leglátványosabb programja az Erzsébet táborban. A programsorozat keretében különböző egészségügyi és rendvédelmi szervek mutatkoznak be statikus és dinamikus bemutatókkal heti rendszerességgel a táborozó gyerekeknek. A táborba július 14-én Szabó István honvédelmi államtitkár is ellátogatott. Magyarország egy biztonságos ország. Amikor ezekről a hivatásrendekről beszélünk, akkor meg kell emlékeznünk azokról, akik ezt biztosítják. Ez egy óriási érték, és nap mint nap nagyon sok ember dolgozik azon, hogy ez így maradjon. Én azt gondolom, hogy a Hősök Napi rendezvény is erről szól, hogy bepillantást enged ezeknek a mindennapi hősöknek a munkájába. Az államtitkár elmondta, a járványhelyzet kezelése kapcsán a katonák sokkal közelebb kerültek a társadalomhoz, mint korábban, és látható, hogy a fiatalok körében is egyre nagyobb elismertségnek örvend a honvédség. A Katonaigazgatás és Központi Nyilvántartó Parancsnokság állandó programja egy akadálypálya, amit a gyerekek kipróbálhatnak, illetve egy lézerpályát építettünk, ahol egymás ellen tudnak versenyezni. Illetve minden szerdán más katonai szervezetek is csatlakoznak hozzánk. A mai napon itt van a Bakonyharc Kiképző Központ, illetve a Pápa Bázis Reptér, aki jóformán az ő szervezetüket mutatják be. Van, aki hatástudhegyvereket hozott, van, aki technikai eszközöket. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára miniszterhelyettes úgy fogalmazott, a biztonság a legfontosabb közösségi érték, és ezt az itt jelenlévő egymással együttműködő szervek szavatolják. Az Erzsébet táborokban idén is közel 100 000 gyereknek van lehetősége a kulturált és biztonságos körülmények közötti táborozásra.